Bátor Tamás. A Zeneakadémián diplomázott, majd tanulmányait a Milánói Scala Opera stúdiójában folytatta. Opera és koncerténekesként bejárta az egész világot, közel 20 évig állandó vendégművésze volt a Magyar Állami Operaháznak. Megformálta a basszus irodalom legszebb szerepeit. Számos nemzetközi énekversenyen zsűrizik. 2007-től az opera művészeti tanácsadója, 2011-től pedig a Műpakkó produkciós programigazgatója. 2017-ben Magyar Arany érdemkereszttel tüntették ki. Halljuk, miket tanácsol a tapasztalt művészeti menedzser. Alfától operáig. Hogy viszonyulsz a disznóvágáshoz? Szeretem. Gyerekkoromban számos disznóvágáson vettem részt. Élveztem, szerettem. De az elmúlt 20 évben nem voltam. Naponta mennyit nyomogatod a telefonod, és miért olyan sokat? Igyekszem elkerülni, hogy sokat nyomassam, de szükség van rá. A kommunikáció a home office idején és a pandémia még nagyon szükséges, tehát a telefon nagyon segíti az életünket és a kommunikációt, ezért kellőképpen nyomogatom, de csak akkor, amikor valóban szükséges, de segíti az életünket. Mikor döntötted el, hogy művészettel fogsz foglalkozni? Már gyerekkoromban. Tehát valójában már az óvodában a kis kórust vezényeltem, cintányért csapkodtam, és fantasztikus szüleim voltak, és vannak, édesanyám még él, akik privát zongoratanárnőt hoztak hozzánk. Hegedülni tanultam, és nagyon korán, 12-13 éves koromban már kórusban énekeltem, sőt, 14 éves koromban már felnőtt férfi kórusban énekeltem, és nagyon nagy élmény volt számomra az együtténeklés, és 18 éves koromban bekerültem az Ifjú Zenebarátok kórusába, fantasztikus karigazgató volt Ugrin Gábor tanár úr, utána a Budapesti Madrigál kórusba, és elkezdtem az énekléssel profi módon foglalkozni a Bartók Béla Zeművészeti Szakközépiskolába, és utána a Zeneakadémián, aztán a Szkálába. Ettél már csigát? Igen, egyszer életemben ettem csigát. Semmilyen rossz élményem nem volt, de nem kívántam többet az életemben. Milyen a tapasztalatod? Hogyan vezetnek más országokban? Hát Olaszországban is éltem, Milánóban és Rómában, hát az nagyon érdekes volt. Tehát valójában ott megtanultam vezetni a magyarországi vezetési módszerek után. A lényeg az, hogy aztán vezettem Oroszországban is, vezettem Örményországban is, tehát nagyon kellett figyelni arra, hogy óvatos legyek, mert mások nem tartják be a közlekedési szabályokat. De nagyon fontos az életben betartani a közlekedési szabályokat, nem csak az úton, hanem az élet minden más területén. Hogyan ismerkedtél meg a legjobb barátoddal vagy barátnőddel? Már az általános iskolában találkoztam olyanokkal, és utána a piarista gimnáziumban tanultam, és több piarista osztálytársammal a mai napig tartom a kapcsolatot. Nagyon erős a kapcsolatunk, és nagyon büszke vagyok ezekre a kapcsolatokra. Sőt, tanárommal is tartom a kapcsolatot, jelen esetben Jelenics tanár úrral, aki két tárgyból is tanított, és számos bicikli és egyéb túrán vettem vele részt. Tehát nekem nagyon sokat jelentett a Budapesti Piarista Gimnázium. Ha valami elromlik, szerelőt hívsz, vagy magad nekiállsz? Az attól függ, hogy milyen területen van, mert én amellett, hogy zenéltem, én fogorvos szerettem volna lenni, és fogtechnikus is, ha nagyon sok minden aprólékos munkát meg kellett tanulnom. Tehát ilyen értelemben, hogyha billanykörte cseréről van szó, természetesen én végzem, de hogyha komolyabb műszaki beavatkozásra van szükség, akkor a biztonság kedvéért szakembert hívok. Szerinted a sakk sport? Igen, azt mondják, hogy sport. Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy az agy részére egy olyan sport, egy olyan fajta kihívás, amit érdemes gyakorolni. Gyerekkoromban gyakoroltam, de ma már nem gyakorolom, mert nincs rá időm. Lakásban vagy a szabadban szereted inkább tölteni a szabadidődet? Mindkettő számomra nagyon fontos. A lakásban is, hogy nyugalom és béke legyen körülöttem, de nagyon szeretek járni a hegyekben, elsősorban a Dunakanyarba és a Börzsönybe. Nevezetesen Kemencére. Melyik a kedvenc magyar kastélyod? Az Eszterházi kastély Fertődön, és akkor, ha most Haydnre gondolok, akkor nagyon szeretem természetesen Eisenstadtban is, Kismartonban is a kastélyt, úgyhogy, de akkor én most azt mondom, hogy nagyon-nagyon tetszik Fertődön az Eszterházi kastély.
erre büszkék lehetünk. Ha tehetnéd, elutaznál a világűrbe? Hát annyit szeretnék mondani neked, hogy megkaptam a két oltást, Sputnikot, és az első oltás után tele voltam energiával, hajnal 4-ig nem tudtam elaludni, és én azt gondolom, hogy akkor elutazhattam volna a Marsra, de nem tettem, itthon maradtam. Nézel idegen nyelvű filmeket? Igen, nézek. És eredeti nyelven is szeretem nézni, elsősorban olaszul és németül, de most próbálkozom az angollal is, de ha tehetem, akkor ha van felirat, akkor annak nagyon örülök, mert abból még többet tanulok. Ajándékozni szeretsz jobban, vagy ajándékot kapni? Őszintén. Kifejezetten ajándékozni szeretnék, és még a születésnapomkor, vagy a karácsonykor is nem arra figyelek, hogy én milyen ajándékot kapok, hanem kit tudok megajándékozni. Számomra ez alapelv, a szeretet minden területen, és minden nap, és minden órában. Milyen hangszeren tanultál játszani? Zongorázni tanultam, hegedülni tanultam, és furuljázni tanultam. És nagyon sokat számított az életemben, mind operaénekes is, hogy hangszeres is voltam. Úgyhogy szeretettel gondolok vissza a tanáraimra, akik nagyon nagy energiával, szeretettel oktattak, és nagyon sokat köszönhetek annak az alapiskolának, amivel foglalkoztam 8 évig, míg elkerültem ezen akadémiára. Jártál már az operaház tetején? A tetején nem voltam, csak a tető alatt. Addig sikerült eljutnom, de a tetején nem voltam. De remélem, hogy 2022. március 12-e után lesz rá esélyem és lehetőségem, hogy fölmenjek az operaház tetejére. Kedvenc anekdótád van-e az Erkelből? Az Erkelből? Hát megmondom őszintén, hogy van. Kérlek szépen, a 90-es években volt egy Verdi Rigoletto előadás, amikor is a fantasztikus Piero Cappuccilli volt a Rigoletto, én pedig a Sparafucile. És a harmadik felvonásban ugye engem felbérel azért, hogy a herceget eltegyem lábalól, a Sparafucilét, és amikor azt mondta a Cappuccilli, hogy Eccone dieci, oda akarta nekem adni a zsákot, én nyúltam érte, akkor így elúszta, és azt mondta, ragazzo, pacienza. Leizzadtam, mert nem kaptam meg a pénzt, ami benne volt a szövegkönyvbe, és ami benne volt a játékomba. Úgyhogy abban a pillanatban megijedtem, de természetesen tudomásul vettem, hogy Piero Cappuccilli viccel velem, és így ment tovább az előadás, de ez egy nagyon-nagyon kellemes, kedves emlékem, mert egy olyan ember állhattam színpadon, aki fantasztikus volt, az elmúlt 50 év egyik legnagyobb baritonistája. Szerinted az operaház vagy az Eiffel műhelyház épült régebben? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert véleményem szerint nem szeretnék hibázni, de elképzelhető, hogy az Eiffel épült először, és utána az operaház, de majd utána nézek. Jó kérdés. Szoktál horgászni? Nem. Én a horgászokat úgy hívom, hogy csendes őrültek. Ebben nem szeretnék senkit megsérteni, csak ott ülnek, és remélik azt, hogy előbb-utóbb lesz kapás. Tehát nem horgáztam. Gyerekkoromban volt botom is, el is mentem, de ezt körülbelül 10 éves koromban le is zártam. Hogyan óvod a környezetet? Tehát én nagyon, hát most én a belvárosban lakom, de én a szelektív hulladékgyűjtésnek vagyok a híve, külön a papír, az üvegek és az egyéb szemetek, tehát ilyen módon próbálom a környezetemet védeni, és figyelek arra, hogy abba a házba is, ahol én élek, ott igyekszem, hogy a folyosón és az aulában is rend legyen, erre figyelek, és hogyha kell, akkor besegítek a portásoknak. Ha karácsony, akkor bohém élet vagy diótörő? Bohém élet az 1937-es kiállítású operaházi bohém élet, a mindenem, az életem volt. Igaz, hogy nem énekeltem benne, de számos alkalommal megnéztem. De amellett, hogy a zenével foglalkoztam, táncoltam is, ilyen értelemben lehetne a diótörő is, de miután zenész vagyok, ezért a bohém élet. Milyen különleges ételt szeretnél kipróbálni? Különleges ételt kipróbálni, hát megmondom őszintén, hogy én nagyon sokat járhattam a világban, hála jó Istennek,
Úgyhogy nagyon sok minden konyhát kipróbáltam, úgyhogy tulajdonképpen Afrika országból nem tudom, hogy milyen az az étel, amit kipróbálnék, tehát lehet, hogy egyszer még erre kerülök oda, de nincs különösebb vágyam, mert az égieknek hatalmas a konyhája, és mindent kipróbálhattam eddig. Oké? Okay.